A helyiek kedvence volt az a kutya, amelyet ismeretlen okokból lőttek le a Zala megyei Iklót bőrdőcén. A kutyát hónapok óta próbálták megszelídíteni, a szakemberek szerint már csak néhány nap hiányzott ahhoz, hogy hagyja magát megfogni. Az állat leginkább az útépítőket kedvelte. Tegnap találták meg a tetemét, az ügyben feljelentést tettek. Már csak fotókon tudjuk megmutatni ezt a kedves tekintetű, de az emberektől kifejezetten félő kis kutyát. Az állat hónapok óta bolyongott a Zala megyei Csömödér közelében, míg nem egy ismeretlen, egy közeli Iklótbőrdőcei lakatlan ingatlan udvarán agyon nem lőtte. Hónapokig kísértük a kutyus útját, etettük, amit tudtunk, mindent elhetőt megtettünk a kutyussal, és itt ezen a helyszínen találtuk meg a kutyusnak a tetemét. A kutyát nagyon sokan kedvelték és próbáltak rajta segíteni. A boltból vittek neki élelmet, és szerették volna, ha jó helyre kerül. Nagyon sok munkánk van abban, hogy ennek a kutyának ugye otthon, családot és egy olyan helyet találjunk, hogy békében élhesse az életét. Nyilván az elő élete szomorú és kegyetlen volt, és ezért fogtunk össze érte. A szakemberek szerint a helyiek kedvességének köszönhetően a kutya egyre barátságosabb volt már az emberekkel, nem kellett volna sok, hogy szerető gazdira találjon. És most már egy méterre, másfél méterre meg tudták közelíteni, illetve oda ment hozzájuk. Azt gondolom, hogy most már napok, vagy maximum hetek kérdése lett volna. Tehát, hogyha fél évet várunk egy ilyen dologgal, akkor most már az egy hét, vagy pár nap nem hiszem, hogy számított volna. A kutyát egyetlen lövéssel terítette le a gyilkosa. Kerestük a rendőrséget, ahonnan a nyomozás érdekeire hivatkozva mindössze annyit válaszoltak, hogy az ügyben állatkínzás vétsége miatt eljárást indítottak.